Üdvözöllek a konyhámban! Francia hagymalevest készítünk, de nem a megszokott hagyományos módon, hanem egy sokkal finomabb, krémesebb változatban. Lássuk a hozzávalókat, és főzzünk! A francia hagymaleveshez vegyünk 4 darab vörös hagymát, egy kisebb darab póréhagymát, egy szép sonkahagymát, 3-4 decilliternyi szájdert, 4-5 decilliternyi húsalaplevet, 3 deka vajat, 3 evőkanálnyi barna cukrot, ízesítésnek paradicsomot, fűszerezésnek kakukkfüvet, fokhagymát, babérlevelet, szerecsendiót, a pirítóshoz a kedvenc reszelt sajtunkat, néhány szelet bagettet, a sűrítéshez 2 decilliternyi tejszínt, 5-6 darab tojássárgáját, és a pirítóshoz még egy kevés olívaolajat. A vörös hagymát félbevágom, és vékonyra felszeletelem. A felszeletelt vörös hagymát egy edényben félre rakom. A megtisztított póréhagymát egyenletes karikákra vágom. A sonkahagymát szintén félbevágom, és vékonyra felszeletelem. Ha minden megvan, készíthetjük az ételt. A vajat egy edényben megolvasztom. Adok hozzá 2 evőkanálnyi barna cukrot. Hagyom, hogy a cukor feloldódjon. Majd hozzáadom a szeletekre vágott vörös hagymát. Ízesítem sóval, és gyakori kavargatás mellett párolom. Egy másik edényben szintén vajat olvasztok. Szintén adok hozzá egy kevés barna cukrot. Ráöntöm a felszeletelt sonkahagymát. Közben a vörös hagymához adok egy kereszt fokhagymát. Összekavarom és tovább párolom. Majd egy harmadik edényben egy deciliternyi vizet, babérlevelet, egy fél deciliternyi szájdert, ízesítek egy kevés sóval, és felforralom. A megpárolódott vörös hagymához hozzáadom a szájdert, felöntöm az alaplével, fűszerezem a babérlevéllel, a kakukkfűvel, ízesítem sóval. A bagetteket megkenem egy kevés olívaolajjal, tepsibe rakom, és megszórom a kedvenc reszelt sajttal. Kétszáz fokos sütőben megpirítom. Közben a babérleveles szájderes víz felforrt, beledobom a póréhagymát, és el is zárom a tüzet alatta. Elkészült a sonkahagymalekvár is, félreteszem.
a vöröshagymás levest turmixgébe öntöm, és krémesre ürésítem. A levest visszaöntöm az edénybe, lassan felforralom, közben a tojásokat szétválasztom, és a tojások sárgáját alaposan elkeverem a tejszínnel. A tejszínhez a forrásban lévő levesből hozzámérek, hőkiegyenlítést végzek, és ezt a keveréket visszaöntöm a levesbe, ezzel sűrítem a krémlevest. Egy finom, krémes levest kapunk. A leves elkészült, tálalhatunk. Egy tányérba szépen elrendezem a sonkahagymából készült hagymalekvárt. Elrendezem rajta a leforrázott póréhagymát. Megdíszítem néhány friss petrezselyemlevéllel. És felöntöm a forró hagymalevessel. Végül egy lehelletnyi szerecsendióval ízesítem még. A sajtos pirítossal tálalom. A francia hagymaleveshez jó étvágyat, tartsatok önök legközelebb is, legyen édes a napotok, sziasztok!